Szia, Fekete Kis Sándor vagyok, a Hangdalából, a 41. adást látod, livestreamet látod a Hangdalából. Ez ebben az évben 41. Múlt évben már kísérletképpen egy-kettőt csináltam, de most minden nap csinálok egyet. Ma van február, hanyadika is van? Február 10-e. Igen, ez a 41. nap az évben. Kik az ideális tanítványaim? Ez a témája a mai livestreamnek. Nos, hogyha ezt így demográfiailag nézem először, hát főleg hölgyek járnak hozzám, de férfiak is járnak hozzám. Hölgyek lehetnek egészen fiatalok, fiatalok, mindig fiatalok, fiatalok több évvel, fiatalok kevesebb évvel, de egyébként férfiak is járnak hozzám, most például Új Viktor, aki nagyon kiváló énekes, Wilbring Jani nagyon jól énekel, nagyon szereti a zenét, Tusnádi Roland nem ér rég át hozzám, egy nagy üzleti mentor, fiatalkora ellenére óriási bölcsességgel és óriási tűzzel és energiával. Mondhatni, hogy fejébe vette, hogy megreformálja az oktatást, és hát én megoktattam őt, úgyhogy nagyon izgalmas volt, mert ő is oktatott engem. Tehát én részt vettem az ő programján, a Boss Life Mastermind 3.0-án, ő meg részt vett az én programomon, a Transformáció Hangodon keresztül programon. Tulajdonképpen ő volt az első Transformáció Hangodon keresztül tanítványom. És most Bolya Imre is jár hozzám, a karizmatikus előadó, a karizma szakértő, a karizma tanító, aki beszélni, karizmatikusan előadni tanítja az embereket, és óriási lehetőség, én pedig őt a hangképzésre és előadó művészetre taníthatom, amiért nagyon boldog vagyok és nagyon hálás, rendkívül inspiráló növendék. Tehát most nézzük meg mélyebben, hogy most ez demográfia, oké, de kik az ideális növendékeim? Tehát például, akikben van szenvedély, akikben van érdeklődés, akik szeretnének még többet kihozni önmagukból, akiknek van érzékenysége arra, hogy tudják, hogy a zenének milyen átalakító hatása van, és hogy belül milyen terápiás és milyen hatalmas munkát tud végezni a zene bennük, hogyha dolgoznak egy jó zenetanárral. Tehát akik szeretnének még többet, még jobbat, még igazibbat kihozni önmagukból, akik a végtelen felett örülnek, és ezek nagyon kedvenc embereim. Tehát úgy is mondhatnám, hogy azok az ideális tanítványaim, akik tulajdonképpen született vagy ösztönös vezetők, vagy vezetésre termett emberek, gyógyítók, segítők, az élet kutatói, tanítók, akik tanítanak másokat, gyógyítanak másokat, segítenek másoknak, vezetnek másokat, és akik mindig és mindig és mindig hasonlóan hozzám keresnek, azaz tulajdonképpen olyanok az ideális tanítványaim, amilyen én magam is vagyok. És kik nem az ideális tanítványaim? Hát akikben nincsen törekvés arra, hogy többet, jobbat érjenek el, akikben nincs érdeklődés igazán, akikben nincs szenvedély, csak úgy immel ámmal, jó, érdekes, igen, akikben nincs érzékenység, tehát tulajdonképpen mondhatnám, az, akiknek lapos az életük, lapos a gondolkodás mondjuk, tehát pont az előző listának az ellentéte. Tehát én a tüzes gondolkodással azokkal tartok, azok az én ideális tanítványaim vagy tanítóim, akik tehát az előbbi csoportba tartoznak, akik nem közömbösek önmaguk és mások fejlődése és kibontakozása iránt, hanem szenvedélyesen ezt kutatják, hogy lehet ezt elősegíteni, hogy lehet ezt minél jobban, minél tökéletesebben, minél gyorsabban, minél nagyobb méretekben, minél nagyobb tömegben elősegíteni az embereknél, hogy megvalósítsák magukat, többé váljanak, az életük értelmesebb, csodálatosabb, nagyobb legyen. Ezek az én embereim, ezek az én ideális tanítványaim. Te ilyen vagy? Ha igen, akkor ismerkedjünk meg, vagy ha már ismerjük egymást, akkor egy öleléssel köszöntsük egymást, és folytassuk a hangdalázást, ahol tulajdonképpen ezek az emberek még inkább vezetőkké, még inkább segítőkké, tanítóvá, még inkább gyógyítókká válnak. Várlak szeretettel. A zene legyen veled. Fekete Kis Sándor vagyok, a Hangdala énekel.